Kedves nézőink, üdvözlöm Önöket Csongrád Bokrosról, az Ungerbauer család gazdaságából, mely családi alapon működik már 1966 óta. A gazdaságban a család szőlőtermesztéssel és szőlőszaporítóanyag előállításával is foglalkozik. Köszöntöm Ungerbauer György urat, és arra kérem, hogy mutassa be gazdaságukat. 45 hektár szőlőterületünk van, ebből 45 hektárból csak 4 hektárt nem mi telepítettünk, de azt csak azért vettük át, mert nem kellett senkinek se, de a fajta viszont érdekelt bennünket, éppen Cabernet Franc-ról van szó, ami utóbbi időben megint fölkapott fajtává vált. Legújabban már a Villány is rájöttek arra, hogy 30 év után a Cabernet Franc-nak a minősége jobb, mint a Cabernet Sauvignon-é. Én meglepődve láttam és hallottam az Anna Grand Hotel a Pesten a Tudzsi Tamás szájából, aki évborászaként debütált, hogy azt mondta, hogy rájött arra, hogy a Cabernet Franc-nak a bora jobb minőségű, mint a Cabernet Sauvignon-é. Lányom meglökött, azt mondja, hogy ezt már te 30 éve mondod. Tovább lépek. Ezekből a szőlőkből kiszedjük körülbelül 20%-át, ebből készítünk mi bort. A másik 80%-at sajnos, így kell mondjam, eladjuk, mert mi szeretnénk mind feldolgozni, mert a szőlőink állaga reprezentálja a gazdaságnak a minőségre való törekvését, és azt, amit elértünk, azért értük el, hogy olyan minőségű szőlő teleteket tartunk állományba, amelyeket bármikor meg lehet nézni, mint bemutató gazdaság, bár nem vagyunk azok, ugyanakkor még a Szent Ezsé Bartából is örömmel jönnek el hozzánk gyakorlatra, legyen az bármilyen zöld munka vagy szület, mert azt mondják, hogy ilyen hely még ők nem dolgoztak szőlőtermesztésben. Ungerbauer úr, úgy tudom, hogy Önöknek szőlőből vörös és fehér fajtájuk is van. Bemutatná ezeket a fajtákat? 15 szőlőfajtával dolgozunk szőlőtermesztés szempontjából. Mondom a fehéreket. Zöldbeltenini, Ezerfürtű, Bianca, Chardonnay, Szürkebarát, Sauvignon Blanc, Rajnai Riesling, Irsai Olivér. Fehér fajtáink. Vörös fajtáink Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Kék Frankos, és van újabban kadarka telepítésünk nosztalgiából. A régi fajtát fölkaroljuk, ezek a fajtáink vannak. Ezek egy része már 10 éves, más része pedig pont 3 éves negyedszerre fakadnak. A kadarkát miért telepítette? Két dolog miatt. Az unokám Vátig mondja, anyukájtól hallotta, hogy a kadarka nevet, és hogy megértse már, hogy mi a kadarka, meg tudjon róla, hogy régen az 50-100 éve milyen szőlőfajta volt, ami meghatározó fajta volt Csongrádon, ezért telepítettünk, anyukájának nosztalgia fajtája. Nekem meg úgy éreztem, hogy szükséges fönntartani a fajtát köztermesztésbe, igaz, ez már egy klónszelektált kadarka, tehát lazább fürtű, nem rothad annyira, ugyanakkor keresik a kadarka bort az emberek. Nem egy része azért, mert valamikor szerette, a másik része, aki nem volt még, szeretné még kóstolni. Ez a két dolog, ha összeér, akkor csinálunk egy kadarkát. Már ebben az évben is lesz, múlt évben is volt, még titkoltuk, és nagyon kis mennyiségben, de most szeretnénk egy csúcskadarkát csinálni, ez nem rajtunk múlik kimondottan, technológiánk megvan hozzá. Mi olasz anyagokkal dolgozunk és technológiával, nem mert olasz, hanem ott találtuk meg azokat a megfelelő borászati anyagokat, amik kellenek a jó borkészítéshez Csokorba. Milyen az idei szőlőtermés? Jó bor tudnak-e készíteni belőle? Ez évi szőlőtermés országosan 20%-kal lesz kevesebb, mint amit általában megbecsültek. Önök meg fognak lepődni rajta, hogy én hogy merek ilyet mondani, de én visszakérdeznék. Azok, akik újságban és riportokban lehozzák, hogy Magyarországon a termés több lesz 20%-kal, azok honnan veszik a bátorságot, hogy ezt kiverik vinni sajtó elé? Elmondom, honnan veszik a bátorságot. A pénz beszél belőlük, mert ha minél több termést satszolnak, nem becsülnek, satszolnak, akkor az árakat le lehet vinni, és meg lehet alázni a szőlőműveléssel foglalkozó egyszerű kétkezi embereket.
Ezért van ez, hogy azt látjuk a sajtóba, és érdekes módon nem nyitnak teret sehol se újság, se rádió, se tévé annak, hogy az is elmondja már véleményét, aki szó szerint durja a földet és szörlőt műveli, hogy nem úgy van, kérem. Tessék megnézni az eddigi bejövő terméseket. Általában minden fajtából kevesebb lett. Tessék megnézni egy Zweigeltet, ami nem Magyarországra való fajta. Idehoztuk termesztésbe korábban, terem a Kékfrankosnál. Egyik szülége a Kékfrankos volt, másik a Szentőrinc, de a Zweigelteknek a termése jóval kevesebb lett, és megrothattak. A Kékfrankosok 30%-kal lesz kevesebb termés, már most megmondom, pedig még a fölvásárlás elején tartunk, mint amit satszoltak. Már a Csongrádi pince is kénytelen volt utána menni az országos és alföldi áraknak, mert különben nem kap Kékfrankost, ha nem adja meg érte. És érdekes, eddig az a pénz hol volt? Honnan vették elő most? Lát a fiából? Furcsa módon már megadják érte a, sajnos ki kell mondani, hogy kompenzációval, ami illetlenség, mert az nem ár. Az ár a nettó ár. Ez olyan, mint valaminek azt mondjuk, hogy áfástól ennyi. Tessék elmenni bárhova. Ki van írva, hogy áfa nélküli ár ennyi. Az az ár. A többi, az áfa az jön-megy, de a felár a kompenzáció az nem jön-megy, az a magyar állam adja oda a fővásárlónak, legyen a zöldség bármi, amit oda kell neki adni a kistermelőnek, hiszen neki nem jár vissza áfa, amikor vásárol egy műtrágyát, bármi terméket. Tehát ezt el kell felejteni, mi törekszünk arra a HNT vezetésével, hogy kigyomláljuk a köztudatból ezt a kompenzációs felárat, mert ez egy nem lehet beszédtárgya. Nagyon szeretnénk, ha jövő évtől kezdve már csak arról beszélgetnénk a szőlő kilogrammunk ára. Ennyi, nettóban, és kinek mi jár rá, azt kell még odaadni, ami kötelező. Ilyen egyszerű dolog ez. Úgyhogy nem szeretnénk, és már most van olyan termelő jó pár, nagyobb cégek, mint a Kumbin, meg hagynám tovább, aki kerekperez meg, hogy ennyit adok egy kiló szőlőjé nettónként. Erről lehet beszélgetni. Hát nem lehet egy húron pendülni. Nem lehet egy zenekarba játszani azokkal, akik egyik ezt mondja, másik azt mondja árakba. Ez a eladó megtévesztése tulajdonképpen. Önök szüretkor válogatva szedik a szőlőt. Miért van erre szükség? Két dolog miatt. Egyrészt, ha mi hazahozunk szőlőt, de ha másnak adjuk el, tessék elhinni akkor is. Mi, ha látunk benne száraz vagy rothadt fűrész, kötelező kivágni a dolgozónak, mert mi sem egy fölvásárló előtt, sem önmagunkkal szemben nem tehetjük azt meg, hogy mi olyan szőlőt adjunk el, ami hibás. Hibátlan anyagot szerünk, most akinek eladjuk, nem talál benne hibát, abba se. Mert ő nem kért bennünket meg rá, de a belső érzésünk diktálja azt, hogy mi a szőlőt megfelelő minőségbe adjuk át. Az önök gazdasága, úgy hallottuk, egyben bemutató gazdaság is. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy mi foglalkozunk szőlőiskolával. Ez a szőlő szaporító anyagtermesztés, gyökeres veszőt állítunk elő vásárolt telepítőknek, rengeteg veszőt elviszek tőlünk a kunsági borvidékre, tehát Bács-Kiskun megyébe. Na most, amikor hozzánk ide jön valaki, és kíváncsi, hogy néz ki egy chardonnay, vagy egy cserszegi, vagy egy zöldbeltelén, vagy kékfrankos kabernéfrank, akkor mi kivisszük, és megmutatjuk neki a szőlőbe termőként, hogy néz ki, milyen a habitusa, hogy díszlik egy szürkebarát nálunk, mert a másik fajta, hogy nem annyira. Ugyanakkor mi nem csak a fajtát mutatjuk be, hanem magát a termesztés technológiát is, hogy hogy kell a szőlőt termeszteni. Mi is még mindig úttörők vagyunk, ez nem azt jelenti, hogy mi az élen járunk a jók közül, hanem ott vagy ott tartunk és önmagunkat csinálunk, kísérletekbe is, amiket mások meg nem. Tehát bennünket nem csak az érdekel, hogy a szőlőt megtermeljük, hanem az is, hogy hogyan termeljük meg, milyen önköltséggel, milyen minőséget, hogy tudunk elérni különböző termesztés technológiai fogásokkal. És ezért, ha bárki jön hozzánk, kivisszük szőlőiskolát nézni, szőlőt bemutatni, levisszük a borpincébe, nem bort inni, bemutatni egy borászatot, egy kis manuális borászat, hogy épül föl. De ugyanakkor foglalkozunk mi borturizmussal is, ahol a lényeg az, hogy a szót talán nem kellene kimondanom, de mégis kimondom, tehát neveljük kultúrát borfogyasztásra a vásárlóközönséget. Én megdöbbentem azon, mikor egy 200 fős rendezvényen voltam, aminek a
elnöke a barát Ettel, aki majdnem Budapest főpolgármestere lett, és a lányommal tarottunk egy bóra bemozott, és egy ilyen, nem csak bemozott, hanem egy ilyen borral kapcsolatos tájékozott, borokkal együtt. Egy nagyon neves étterembe, és mondom 200 sportoló volt, és én nem akartam hinni a fülemnek, hogy lányom tesz fel a kérdéseket, amit egy ilyen díszdugó akar, mivel kúsztatva honnan átabák, és egyszerű dolgokra a fogyasztók nem tudtak válaszolni. Megdöbbentő volt. Én sokkal jobban arra gondoltam, hogy az a réteg, aki már színvonalba, tehát teljesen máshol tart, közelebb van egy-egy alapdologhoz, ami a borral és étkezéssel kapcsolatos. Nem nagy dolog gondolok én, csak az, hogy miből készül a rozé mondjuk. Csak néztünk, és alig-alig volt pár, aki meg tudta mondani. Ez szomorú. Tehát foglalkoznunk kell azzal is, egy bemutató kapcsán, hogy az embereket tájékoztassuk, tartsunk ismeretterjesztő kisebb eladásokat, hogy hogy állítunk össze egy küvié, miből áll. Egy bor, ha az Alföldön terem, ha a bor hegyvidéken terem, a kettő között mi a különbség, vagy termés mennyiségbe, mi a különbség egy Alföldön, egy hegyvidéken, mi a különbség a Dunántúli termőtáj és egy alföldi termőtáj között. Ez egy alapműveltséghez tartozik. Mi törekszünk arra, hogy adjunk vissza mi azoknak, akik erre igényt tartanak, és mi átadjuk azt, hogy mi is másoktól kaptunk. Bemutatná borválasztékaikat is? Igen, hát tulajdonképpen amíg szőlőink vannak odakint területed, ugyanazok a borok is vannak meg, annyi plusszal még, hogy vannak összeállításaink például. Van egy csongrádi muskotáj nevű borunk, amelyik háromfajta szőlőből áll, most én hagyd ne mondjam el, mivel áll össze. Mi lekoprítottuk a klasszikus boglári muskotájt, ugyanazt tudjuk, ez egy desszertbor például. Akkor van olyan, hogy rozé küvié, az háromfajta rozébornak összerakásából történik. Akkor van olyan borunk, hogy Erzsébet küvié, ott még négy fajta szőlőt és nem bort teszünk össze, tehát teljesen mást ad, mintha bort állítunk össze. Akkor van egy Cabernet Cuvier, két fajta Cabernetből áll. Tehát tulajdonképpen 15 fajta szőlőből már jelenleg 20 fajta bort forgalmazunk. Itt még a lényeges, és remélem majd a képben meglátjuk, hogy ma már forgalmazunk másfél literes családi üvegbe is bort, amit mi egész másképp hívunk, és akkor jön ki forgalma tőlünk 2 literes PET palacba, 3-as hordóformába, 5-ös hordóformába, és 0,75-ös üvegbe is jön ki. Most gyártatunk 2 literes hordóforma kemény PET palackot, és szeretnénk tőlünk kiírtani ezt a 2 literes bazári PET palackot, amit az olasz bornak nevezett valami löttyel tettek mindig tele a nagy borászatra nem mondott üzemek, és lejáratták vele Magyarország borászatát egy minőségtelen minősített borokkal, ilyettől óvakodunk, és abban kell ezt a formát hagyni. Itt is 2 literes hordó formát, az előállító most mutatta be a múlt héten, ezt nekünk reméljük, hogy áttérünk erre, és mi eltávolodunk ettől a jellegű borokkal való összemosástól. Milyen borkóstolási, illetve vásárlási lehetőségek vannak itt önöknél? Hát borkóstolási lehetőség úgy van, hogyha csoportokat fogadunk 10 főn fölül, összeállnak emberek, baráti társak, és eljönnek hozzánk, és kérnek egy borkóstolót, 4-boros, 6-boros, 8-boros borkóstolót, és olyan adunk hozzá falatkákat, vagy bármely főzés jellegű dolgot meg tudunk csinálni. És ez azért jó, mert tulajdonképpen ez nem hoz forintális eredményt, de viszi a hírünket és hozza a vevőket. Ez ezért jó. Aztán a másik, a vásárlásban egy mintaboltunk, helyileg bor mintaboltunk. Itt bármely bort meg lehet vásárolni olcsóbban, mint hogy a boltokat meg lehet kapni. Tehát mi termelői ára adjuk itt a borokat helyileg. Önök gyökeres szőlőszaporító anyag előállításával is foglalkoznak. Mondaná erről is néhány szót a nézőinknek? Mi az egész országból vásárolunk szőlőiskolához, tehát gyökeresztés céljából alapanyagot. Tehát mi elmegyünk Sopronba, a Mátrába, a Dunántúra, Villány környékére, az Alföldön a megfelelő szint és minőségi alapanyagoké, majd összehozzuk, és itt Csongrád Bokroson egy gyönyörű körülmények között egy 28 hektáros
horgásztó partján, pedig előállítjuk a szaporítóanyagot elég nagy területen. Öntözésünk az kiváló, hiszen saját tulajdonú a horgásztalunkkal lehet horgászni és fürödni bármit, viszont innen öntözünk mi is, és öntöző rendszerünk az nagyon modern, bár régi típusú rendszerünk van, de mi másfél-két kilométerig, ami másfél indítjuk a locsolást, van a régi anyagunk hozzá víz, önálló vízjogi engedély rendelkezünk, és ezért tudunk ilyen minőségű gyökeres szőlőt előállítani. Szüretkor és az egyéb munkafolyamatokhoz van elég munkaerő? Van. Van elég munkaerőnk, de emberek szeretnek dolgozni. Aki dolgozni akar, aki nem, az meg kerüljön bennünket. Mert nem kifizető hely vagyunk, mint egy önkormányzat sajnos, hanem azt alkalmazok, hogy akar dolgozni is. Tehát nem csak a létszámot tartjuk fönt, szomorú, ilyet kellett mondanom, de én látom. A leszüretelt szőlőt hol értékesítik, valamint az elkészített bort? A leszüretelt szőlőt a sajnos el kell hordanunk más megyékbe, mert Csongrádon egyetlen egy borpince van, ami alatta jár a más fölvásárlók árainak, pedig azok sem magasak. Csak sajnos utána kullog, ezt nyílt titok, nem én mondom, nem én találtam ki. Ettől lehet venni a fejemet, de ettől még semmi nem oldódik meg, de jó volna, ha valahol már élen járna a csongrádi pince is, adnának lehetőséget a pincefőnöknek, hogy ő határozza meg a fölvásárlási árakat, mert ő tudja, mennyire tudja adni a borokat. És ha még van neki segítség is, abba, hogy a pincefejlesztésbe biztos, hogy Csongrádon is kiváló minőségi borokat lehetne nem csak vörösből, még fehérből is előállítani. És nem biztos, hogy bérfel a dolgozásra kell hány egy ilyen komoly háttér rendelkező borászatnak. Mi a borainkat a megyébe és megyén kívül is forgalmazzuk, nincs elég belőle, tehát jobb volna, hogyha lenne egy nagyobb borpincénk, borászatunk, hogy el tudnák az összes szőlőt itthon szűrni, így hívják ezt, és nem kell eladni szőlőként. Ön hogy látja, a csongrádi borvidéknek van-e jövője, illetve a fiatalok vállalják ezt a tevékenységet? Jövője akkor van, hogyha erre nem én válaszolok, hanem a hozzáállásukkal azok válaszolnak, megszólalás nélkül, akik ebbe a témába érintettek. Tehát mint fölvásárló, csongrádi borászat, Árpád TS gesztorság alatt működik, vagy esetleg megnézni azt, hogy el lehetne indítani egy csongrádi vagy bokrosi borászati üzemet, amit sikerült tönkretenni komoly segítséggel. Tehát ezek a kérdések azok, amikre azok tudnának válaszolni, akik itt a szereplői ennek a dolognak, a másik, hogy a jövő az csak akkor lehet jó és megfelelő és rentábilis, ha például hosszú évek óta már nincs borpince építési támogatás. Kérdezem én azoktól, akikben érintek, miért nincsen? Mi az, hogy eszközre van egy borászati eszközt, nem lehet betenni fólia sátorba. Annak épület kell, a borpince, hiszen komoly gépekkel, tartalékkel kell dolgozni, és nincs támogatás. Magyarul megint azokat sikerül uniós pénzben államilag támogatni, akik már rendelkeznek nagy borászatokkal, és még jobban nyomni lefelé a szőlőt csak termesztő kis embereket. Itt Csongrádon, vagy 10 olyat tudok, akik össze akartak állni, összefogni. Majdnem kimondtam, hogy kartelba, mert olyan már van, azt a fölvásárlók csinálják, hogy kartelba fogtak össze a kicsik ellen az árdiktátumba. A kis emberek, neveket tudok mondani, tehát nem, hogy akarnák pincét építeni, és nincs lehetőség. Miért nem támogatjuk állami szinteket? Miért nem hagyjuk már abba azt, hogy EU-s pénzt ne annak adjuk, hanem annélkül is van, hanem annak, akinek szüksége van rá, hiszen mi más sem hallunk a kormánytól, csak támogatja a kis és a közepes vállalkozókat. Nem ezt látjuk. Nem ezt látjuk. A mi szakmámban ezt nem látjuk. Azt látom, hogy nagyok kapnak pénzt, azok tudják igénybe venni a eszköztámogatásokat. Kicsi, mit vásárolni eszköz? Ova tegye? Köszönjük szépen a beszélgetést! Örülök, hogy elmondtam véleményemet. Remélem, amit elmondtam, az odaér, akiknek ebben talán
üzentem, bár nem tisztem a üzengetés, de ezt így el kellett mondanom, ha megkérdeztek tőle engem. És nem az én véleményem ez. Ez egy összegzett vélemény, mint egy kőség elnök vagyok, Bor vidéki tanács elnök, Dunabor régi elnöke is.